A Hímesházi és a Mohácsi Schneider Lajos alapfokú művészeti iskolák harmonikás növendékeinek műsorával vette kezdetét az Oktoberfest Mohácson. Schwab zenékkel készültek, amely dallamok bele is illenek a repertoárba. A Hímesházi együttes művészeti vezetője stábunknak elmondta, nagyon népszerű a harmonika. Umstetter Elvin hozzátette, hogy a gyerekek is nagy érdeklődést mutatnak a hangszer iránt. Sokan jelentkeznek, sokan vagyunk, és ugye itt a környékben azért ez egy meghatározó hangszer, mint tánccsoportok kísérésében, mint éneke együttesek, kórusok kísérésében, és hát elég népszerű hangszer a nemzetiségi zenében, úgyhogy sokan vagyunk, hála Istennek meg. A fiatalok számára fontos a hagyományok ápolása. Mint mondták, legyen szó zenéről, táncról vagy énekről, mindannyiuk életében nagy szerepet kap a nemzetiségi értékek megtartása. Az egész család egy, mindenkinek van Schwab kötődése, és hát minden rendezvényen ott vagyunk, mindent, mindenhol segítünk, ahol tudunk, és minden, hát minden Schwab, szóval sok közünk van Schwab hagyományokhoz. A falunk is német nemzetiségű, ezért sok ilyen Schwab rendezvényen veszünk részt, tehát több versmondó versenyen is, meg énekversenyen is voltam, amilyen német volt. Az Oktoberfest jegyében megrendezett eseményen egyébként a koncertek mellett kézműves vásárral, étellel és itallal várták a vendégeket, a gyerekeknek pedig sok játékkal is készültek a szervezők.